Nem javasolja a szakember a jégverés miatti korábbi születet a förhénci gazdáknak. Förhinci Horváth Gyula szerint a gyümölcs fejlettségi állapota alapján kell meghozni a döntést. A vasárnapesti viharban sávosan esett a jég a hegyháton, így jelentős kárt nem okozott, de egyes ültetvényeken sérült a szőlő. A veszteség mértéke a területtől és szőlőfajtától is függött. A későn érő vastagabb héjú termést nem károsította a jég, de a nagyobb bogyójú és vékonyabb héjú szőlők szemeit leverte, felszaggatta. A gazdák tartanak a sérült gyümölcs rothadásától, egyébként pedig azt mondják, még soha nem tapasztaltak augusztus végén éjszakai égesőt. Nem javaslom senkinek, hogy elhamarkodjon a születkezdés, az mindig fehér szőlőnél savcukor cukorarány hogy meghatározza a kék szőlőnél, meg a csersavéredség. Természetesen vannak lehetőségek, hogy még mindig védjük különféle gyógyító hatású permetszerekkel, és ezeket a gazdabótokban erre tudnak tanácsot adni, de a lényeg az, hogy a botritisz gombára és a növénynek az általános egészségi állapotára kell szert kérni, ez vagy résztartalmú, kell legyen részben, hiszen az regenerálja magát a növényt. Hát a fürtöket meg rövid hatás... Fokú, illetve élelmezési ide, várakozási idejű botritis szerrel kell még kezelni.